Szevasztok, jó estét, Gabi vagyok, és a Tech Barátot nézitek. Az előbb már ketten voltunk, most ismét egyedül, illetve kettesben vagyok valakivel, úgyhogy üdv neked, akkor most így, hát ez ilyen nagyon család, illetve nem is ilyen nagyon bensőséges játék lesz, legalábbis az első pár perc a Mafiának, reméljük azért jönnek többen is, ugye Péter, meg a szokásos társaság, talán hozzák majd az ismerősöket is. No, folytatjuk a Mafia 3-mal. Nemrég ébredtem, úgyhogy egy kicsit lehet, hogy még ezért fáradt fejem van, de annál nagyobb elánnal fogom majd nyomatni a izét, igazából az értelmetlen öldöklést, mert még mindig nem értem, hogy miket kell csinálnom, meg miért kell csinálnom, de azt mondja a Donovan, ugye az FBI-os vagy CIA-s csávó, hogy ki kell nyírni embereket, meg károkat kell okozni más maffia vezéreknek, hát akkor mi megcsináljuk, mert mi jó zsoldosok vagyunk, mert ugye háborúba jöttünk. No, aztán majd ebből csak lesz valami, tehát kialakul majd a végén valami sztori a végére, de ugye benne volt már legalább, tényleg jó lenne, hogyha látnánk újra Vitót, legalább az egy ilyen üdes infót volt ugye a játékban, amikor őt láttuk még az elején. Na itt vagyunk. Mi volt most, hol tartottunk? Valamit elfoglaltunk, vagy visszafoglaltunk? Nem tudom. Talán meg kéne nyitni. Ja, a pénzt azt hát nem rakok most le, mert 700 dollár az nem pénz, azt nem rakom be a izébe, bankba, vagy a Talk to Cassandra. Nem értem, hogy mik a feladatok. Tehát ez mi? Ott lehet keresni pénzt. Hát Talk to Cassandra. Hát megyünk, beszélgetünk Cassandrával. Nem értem, hogy miért nekem kell jó pakolást. Bocsánat. Ja, erre. Ja igen, ott a sárga autó, aminek ugye nem lőtték ki a kerekét, de van itt egy kék autó. Menjünk kék autó. Nem, ez jól néz ki. Szerintem ezzel mentem eddig is. Volt az a kék, aminek kilőtték ugye minden egy kerekét, szerintem az még azóta is gumicserén van. Na, most már ezt is javíthatjuk, mert végighúztuk ennek is az oldalát, semmi gond. Mindjárt gyalogost is előttünk, nem, ő nem jön át, ő tudja a kressz szabályokat. Ajaj, ajaj. Tetül lassan megy itt mindenki. Merek-e? Balra kell mennem akkor. Ja, hogy itt, ide. Így. És akkor mi van? Ja, oda kell bemenni. Most Cassandra. Cassandra a fekacsaj, nem akivel, ja. Okay. Ja, igen. Ajaj. Biztos izért. Filézni fogja a halat. Ja, nem. Hát akkor nem. This man's name is Jesse. Listen, I ain't done nothing, you hear? I don't know anything. I was just taking a walk and walking down the street and she scrammed me is all. You a Dixie Mafia? No. Yes. Ezek az animációk mondjuk jók, ezeket jól animálták, de azon kívül az a játék egy fos. Legalábbis eddig. Szerintem. Na, mindegy. Where's Doucet? He's out at the abandoned amusement park, the West of Eden. Band Saturdays? What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. Georgie's on a goddamn warpath. He wants Richie dead. So Richie, he grabbed what was left of the heroin and took off. Said he was gonna lay low until he could settle things with Georgie. How many men he got with him? Hell, I don't know. All of them. Hand me that knife. Ne, nem, de hát most elmondott mi. Go on, get. Hogy fut már? He ain't no threat to nobody. Let him run back home to his mama. If you wrong, there'll be hell to pay. Most köpni fog annak a de most azt tudom, hogy ki az a Doucet, vagy Doucet. Fogalm sincs, most... The Smack and Prostitution Racket drawing Richie Doucet and the Dixie Mafia out of their hole. Átvettem valami, meg Hitting Marcano. Biztos. Hát fogalmam sincs. De mit kell csinálni? Van a térkép.
Sammy's Bar. Ja, de oda nem megyünk, mert oda minek? Ja, ide kell menni. Reaching the other Dixie assholes have got to... Jó. Ja, igen, valamilyen izé elhagyatott vidámparkban éppen csapatják a... Nézd meg, egyszer trikóból, de ott az esernyő nála. Hát ez gyönyörűség. Hol van megint az autóm? Azt bírom ebben a játékban, hogy az autó az így... Most ott van a ház túloldalán. Jaj, csém, ki szórakozik velem mindig? Na, ide. Oké. Okay. Nagyon sötét. Már hogy nem rasszista megnyilvánulásokat ez lenni, ugye maga ez, nem tudom, itt a sötét részek, azok sötétek. Mert ugye az este. Nehezen láthatóak. Jó, hát mondjuk abban az időben... Azért nem volt a közvilágítás annyira, tehát nem LED fényszórókkal világították meg ugye az utakat. De nehéz látni a... Zenes, ott is van valami vidám park. Ja, de várját, ott vagyok. Akkor izé, akkor így megfordulunk. Hogy ott kell megállni, aha. Én azt hittem, hogy messze van, itt a gyalog is eljöttem volna. Ez ilyen kodzsekes izé, azt, így. Így. Megpörgettük, kicsit kopattuk, vagy ezért koptattuk a gumikat. De most mi? De ez víz. Most ezen keresztül kell menni? Ja, ez csak bokáig ér, jól. Na, hogy volt, hogy a V-t kellett megnyomni, vagy... Jaha, itt egy létra. Hát, hajrá! Jaj, ez fészre kellett, oké. Na, hát itt van, üdvözlünk a budapesti Vidám Parkban. Ami bezárt, hát ez is bezárt végül is. Hát ez Budapest akkor itt. Megérkeztünk ide. A létrát azt nem találom, mert megint részeg a Lincoln. És itt van valahol sávó? Nincs még. Vagy itt most... Nem értem, itt most nincsenek. Fendricsi. Tehát meg kell... Heppak, találom én Richard Buzzing. Így osanok. De most már akkor... Find Richie, és 125 méterre ott írja, hogy találja meg. Hol? Ez minek az árnyéka, hogyha... Miért nem látok itt árnyéka? Ja, mert ez nincsen izé... Ó, oh, bakker, nincs bepoloskázva, ugye azt mondta izé... A CIA ügynök. A Donovan. Hát... Jó van, végül is. És ott így megkapaszkodott a korlátban, az jó. Így úgy tűnik, mintha nem halt volna meg. Ez micsoda? Ja, itt van. Ó, hát felveszünk itt mindent. De inkább felveszünk ezt. Most az a kérdés, hogyha... Hol vannak az emberek? Ja, ott van. Ott van kettő, de az nem jó nekem. Hogy tudok célozni? Ennyi? Hát ez távcsöves puska ember, nem? Most oldalt váltottam? Miért váltottam oda? Ja, azt így kell, aha. Hát ez nem jó, hát... Hát ennyire pisztolyjal is tudok célozni. Mondjuk pisztoly, ez nem talál el addig, de hát... Na mindegy, hát akkor szerintem ezt nem így fogom csinálni.
Csináljuk így. Leszarom. Csináljuk így. Ha már itt volt izé távcsöves. Csak hogy kell célozni a távcsövessel izé? Mondjuk lőjük le aztat. Na, legalább fölkapcsolják a világítást. Végre, köszi! Hogy ki? Kombat? De nem tudják, hogy hol vagyok. Hogy tudják? De rá, hogy tudják, mert jönnek ide be. Jó, hát jöhettek ide föl. Semmi gond. Ja, ez a kettő van. Hát akkor megvárjuk, hogy följöjjön. Ez még mindig ott van. Saját magát gyújtotta föl. Mi mögöttem van? Ja, ott van még egy kópé. Jó van. Jó. De van is több izém. Hát azt az egyet látom ott. Persze ez meg nem nyírja ki. Hoppa! Hopp, hopp! Ez éget. Ja, ott van. Annyira sötét van, hogy... Na, azért. Úgyhogy még egy távol, azt már látom. Nem látok semmit. Hát csak ezzel a pirossal tudom így. Hogy rohan? Hoppá, egy fejes. Na. Jó van, ez eddig alakul. Na, jön még valami kópé. Nem, hát akkor megyünk tovább. Ja, ott lő. Hát az messze van. Ja, itt volt is töltény. A pénzt azt fölveszük természetesen, mert azért nyilván. Hát, hol az ember? Ott látok valamit. Ott is van. Egy fejes megint kiosztva, ott egy másik, azt már látom. Szerintem az még egy... Nem, az még ott van. Egy dumál, akkor még biztos él. Ott... Persze, hogy akkor néz fel, amikor elnézek egy izi-bizit. Na, most kapod.
Ott is van mindig bakker. Jó, megint önmagára dobta izét. Nagyszerű. Ezek nagyon ügyesek, ezek a fiatal emberek. Jaj. Na, hol van még? Aha, ott láttam. Komolyan mondom, pisztolyra jobban tudok célozni. Vagy pontosan maradok fejest. Legyenek jobban a bódéból, bazzek, hát ez így nem ér. Bazz... Ho... A picsába. Nem mászod a föl a bazz! Na, te lőttél engem annyira, te hülye! Jó van, több se előttem se... Azért nézek körbe folyamatosan, mert ugye ezek bármikor bárhonnan jöhetnek, és ebben a valami világos pályán én itt túl sokat nem látok, tehát... Nagyon félelmetes. Ó, oh, weapon locker! De hát itt felszedjük a pénzt előbb. Jó, itt emberek nincsenek. Csizé, esetleg Kevlar? Nincs, nincsen. Ó, ez nem jött, ebben alig van izé, töltény. Jó, más nincs. Hát akkor menjünk be. Itt már szerintem nem jön senki. Opát faszád, milyen hangok ezek már? Ezek félek. Jó. Most hova? Oda? Na, ott van két, de azok nem tudják, hogy én jövök? Ó, egy medicint, kabinetet. Meg el tudok menni húgyozni is, nagyszerű. Itt át tudok menni? Nem. Jó, tehát akkor azokat a jó embereket... Tehát elveg egy az elindult arra, egy meg maradt akkor itt. Bazd meg! Ja, itt nem tudok ezen keresztül lőni. Remek. Nekem jó így is, de hát, hogy ilyet... De én azt hittem, hogy leszúrja, tehát hogyha nem úgy van, hogy oké, egy a fegyver a kezemben van, de hogyha oda megyek valaki mögé és megnyomom a Q-t, akkor megfojtom, vagy izé, elvágom a torkát. Nem, elkezdem ütögetni a fegyverrel. Ezt a baromságot. Na gyere, dehogy nem itt vagyok. Gyere. Szevasz!
Hát ide jöhettek. Ez egy fejes. Az is egy fejes. Akkor már csak ez egy, ott az egy kópé. Az is egy fejes. Hát nagyon jól tolom. Ügyi vagyok. Ügyi vagy, Gabi. Megyünk tovább. Természetesen pénzt azt szeretjük, ezt felvesszük. Ó, itt a dodgem. De emberek, nincsen senkinek olyan fegyver, ami... Kéne olyan töltény. Itt volt, ennek volt, nem? Ennek volt ilyenje? De. Ez az, na. 34, ott van Zsuzsó is. Zozó. Hát... Ah, ja, meg ennek lesz szerintem olyan messze, ennek volt még. Na, ott van! Ez az, jó van. Na, fő vagyunk, az azt jelenti, hogy akkor lesz még ellenfél bőven. Most merre kell menni? Hát megmutatom. Az én mire előveszed a Molotov koktélt, én lelőlek. Ebben a játékban, ebben nem izé, ebben nem fogunk osonni. Én ezt most eldöntöttem itt. Hol vagy? Nem kellett volna az adrenalint, mindegy, véletlenül megnyomtam, nem baj. Rejtőzik egy kóp. Na mindegy, letolyom. Ezt sose találom el. Igen, jól láttam, hogy ott lesz ez az ember. Ott. Egyel kevesebb megint. Az vagy nem látom a térképen se, hogy honnan lőnek, de most onnan jó. Nem a Georgie küldött, nem tudom ki ez a Georgie, de mindegy. Az még ott van, nem, az meghalt, jó van legalább az. Semmit nem látok. Mondjuk, ha én a fénybe jövök, akkor engem jobban fognak látni ezt. Á, ott jön, ott jön. Hát látlak. De én izé, azt bírom, hogy ilyen... Hát, oda ide nem találsz el. Bazd meg! Eltalált. Honnan lőtt? Bazd, nem látok. Ah, ott van. Jó, ez megint fölrobbantotta, vagy fölgyújtotta saját magát. Kéne izé. Nem látom a térképet. Ja, de várjál, a V-t azt megnyomom, akkor elvileg... Akkor elvileg nincs több. Dehogy nem, még valaki itt pofázik.
Aha, ott jön egy. Egy. De hát fejbe lőttem a pát faszát. Nincs már több töltényem, de nem baj, szeretek pisztollyal is lövöldözni. Más kérdés, hogy ezt ilyen, hát ilyen nagy távolságban ez nem biztos, hogy jó lesz, de... Jó van, vettem fel töltényt, király. Ott jön egy, jó. Töltényt keresnék, de... Jó, ezt itt nem találok. Nincs izé valami tároló, nincs, mármint ilyen fegyver... Tár... Ja. Szóval azt tudjátok, na. Molotov? Ja, de Molotovot tudni... azt mivel tudtam dobni Molotovot? Középső egér? G? G-vel. Ez pont nem kellett volna. De nem baj, ott van még. Akkor egyet felveszek. De hogy tudom cancelezni? Nem baj, a növényeket fölgyújtottam, az... Hát de hogy lehet így rohangálni, ember? Hát ez milyen irányváltás volt már? Bazd meg. Az megint fölgyújtja magát. Ja, akkor Molotovot dobálunk. Hova? Oda. Ez messze van. Basz meg, nem... Nem akartam eldobni! Nem lesz már izém töltényem se. Pitlibe. Jó, de nála legalább lesz töltény. Na jött. Ó, van itt Molotov. Na jó, van akkor. Az eldobott izé koktélt, ezt bepótolom. Itt ez elpocsék volt. Hát én innen jöttem, nem? Ja nem. Na most izébe jövök ilyen... Ó, én úgy is félek ezekben. Nem látok semmit. Chase down Richie. Jó, hát ezektől nem félek. Ebből a sötétben aztán tényleg semmit nem látok. Azt látom, hogy merre kell mennem. Ups! Hol van? Nem lá... Aha, ott van. Yes.
Oh, nehéz megölni ezt a Ricsi gyereket. És már nem lesz izé nagyon fegyverem. Ez a baj, az a másik probléma. Ahogy jön egy. Anyád. Őt nincs semmi. Ki Richard Duché? Na jó, de hol van? Ó, még mindig arra kell menni? Ó, oh, fuck. Az nem az. De merre... Hol kell menni? Föl kéne itt mászni? Ja, nem, hogy itt. Ja, bocsánat. Hoppá. Ja, hogy ezek nem tudják, hogy én jövök. Tehát szar előttem mindenkit. Ott van... három. Van még valami, mert nagyon lőnek. Tehát nem csak az egy van, mert valaki más még lő nagyon. De szerintem ő távolabbról. De nem látok semmit. De most az az egy, az hova tűnt? Eltűnt a... Hát mindegy, induljunk el. Az igen! A pitlibe. És ez meg lőnek valamit nagyon... nagyon komolyan. Jó, az egy van. Nekem meg nincs izém. Lehet, hogy ez a puskával kéne menni, de... Na, de az meg nem jó távolra. Ezeknek nem volt csak pisztolyuk. Onnan föntről lő valaki, aha. Oké. Okay. Most már látom. Ez még néha kinéz. Aha, elindult. Kifogyott. Hát mindegy, akkor fölveszem azt a puskát. Nincs izém. Nem tudom fölvenni. Hát, abban meg volt három. Remek. God who knows where he belongs.
Lehet, hogy az lesz a Ricsi. Nem tudom. Az nagyon ott be van fosva. Csak oda kéne valahova. Aha, igen. Szerintem azt már le tudom lőni ízével. Lelőttem. Egy fejessel. Azaz! Nem tudom, ki vagy te, Ricsi, de... Ricsi fiam, ezt benézted. Igaz, hogy nem maradt töltényem, de hát így volt kiszámolva. Legközelebb nagyon sötét vidám park. Ez a Ricsi. Ez nem tudom, most ez hirtelen nincs meg, de állítok, ő is benne volt az egy gyilkossággában, hogy a tesóka meg a faternak egy gyilkos. Ezt mit fog, hova fogja kötni? Mész izélni? Körhintázni? Csak nem ülsz, hanem a... rá van kötve a nyakadra. Az is jó. Hújúj. Mondjuk egy csomót lőttem már a fejébe, tehát nem tudom azt, hogy élte túl. De Ricsi, várd meg a követ, egy kört, várjál meg, és akkor leír a lábad. Egy kört bírjál ki, Ricsi. A picsába. Az a Ricsi? Richard? Nem, ezek, hát ezek csak ilyen random hullák. Ez eléggé valóságosnak tűnik, szóval lehet, hogy voltak annak idején tényleg ilyen leszámolások. Nem érdekel a sztori amúgy, tehát így, hogy ez most mit mond, ez annyira unalmas az egész. Egy ember nézi, hát most ez mindent elmond szerintem, hát a Forma 1-en többen lesznek, fogadjunk. Na ott a Jimmy, a Ricsi. And that none of them would be able to stop him. De egész jó haladtunk, mert igazából mennyi 42 perc, még azért egy jó 20 percet azért lenyomunk. Mit kell csinálni? Togtuk Cassandra természetesen. Tehát akkor kéne egy autó. Tudok hajókázni is? Nem. De. Ne basz. Nem. De. Ne! Ho-ho-ho-ho! Erre tudunk menni Cassandrához, de van egyáltalán ott folyó. Van hát. Hát itt csak folyó van. Ez nem biztos, hogy jó ötlet. Nem baj, előre megyünk, aztán ezért megyünk erre a jóval. Nagyon jó. De kb. Így lesz már Cassandra. Hol vagyunk? Most egy kicsit... Hát, egy balos, aztán jobbos. Uh.
Nem egyszerű hajót irányítani. Jó, mondjuk ez nem tud nyilván egy helyben fordulni, ahogy én gondolnám. És akkor itt ki tudok szállni? Menjünk még tovább. Elvek tovább. Hol vagyunk? Nem. Itt vagyunk. Aff, tökömet már nem fogok itt. Tudunk tolatni is. Elvek hajóval amúgy, én úgy tudom, nem tudunk tolatni, de... Szia! Szia, Hernyomi! Hát, gondolom azért jöttél, mert a Forma 1-re vagy kíváncsi. Ugye ez. Megérkeztünk. Benne ess a vízbe. Jó. Hát most igazából... Poloska! Ez az. Csak nem tudom, hova kell elrakni. Meg hogy jutok ki innen? Ja, így. De hova? Vissza a dokhoz? De basz. Most... Ne szórakozzatok már, hogy jövök ki? Autóval kellett volna mennem. De nincs itt ajtó. Hogy az? Az a nagy. Ja, de itt a másik, jó. Ott, ja, és rá is van írva, hogy exit. Pirossal. Jó van. Semmi gond. De hol van a Cassandra? Ja, ott van. Na. És fogadjunk, ugye ízé, hajóval jöttem. Bejövünk hátulra. Itt tudunk öltözködni, és ott lesz a... Cassandra. Úgy, de szanaszét lögdösünk mindent. De most... De mit? De itt van. És föl kell menni az emeletre? Nem, ez most ez a kijárat. De ott van az autó amúgy. Ő föl kell menni, aha. Miért nem tudsz a bejárat neve? Jaj, Istenem. Mire megtalállak egy házban? Shit all over the people in this neighborhood. Doucette got what he deserved. The righteous will rejoice when he sees the vengeance. He will bathe his feet in the blood of the wicked. That goes both ways, you know. Thought you said all that was behind us. My men are struggling with the notion that we now have to answer to the same men who killed Baca. Wiped out half our number. If I was them, I'd get over it. We don't have time to go around coddling people. Of course not. But gestures carry weight. And if you were to help my man Emmanuel, that's a gesture that would go a long way in calming nerves. What's he need? He oversees my reefer operation over at the boathouse. Help him, and I'll see to it you get a potion of the profits. Just so we're clear, I'm expecting a cut of everything, not just what comes from selling weed. It's gonna cost a lot of money to take down Marcano. Don't worry. I'll make sure you get your money. De most nekem nem kell pénz, én azt a Marcanót akarom kinyírni. Ezt már megint nem értem, hogy miért kell... Most segítek valakinek valami izé eladni valamit, vagy izé a heroin drogüzletben. De én ki akarom nyírni azt a Marcanót, vagy most ehhez kell majd pénz, hogy vegyek belőle ágyút, vagy mi a tökömet? Adjam ezt is Cassandrának. Hát tessék, ez meg otthon ül, bazd meg, és izé... Már bocsánat. Mindjárt ide dobok egy... Várjál, nem tudok egy... Én innen megyek. Ott... Odaugrom a kocsira, azt csá, tessék. És az autót idehozták. Tehát ha hajóval jöttem, kocsival megyek. Engedjél be? Te megengedj oda? Elnézem, igen. Ez már nem is arról szól igazából, amiről a Mafia 1-2, hogy autókat lopsz, mármint hogy némen meneküléshez, meg... Még a Mafia 1 is jobb volt, amikor az izé... A... Dadogós szerelő, de Tomi. És akkor baszakodott a izével, kocsikkal, meg a, hogy hívják a Bertone, hogy vigyek el neki valami autót. Mindig ugyanaz volt igazából, hogy valamit, és akkor megmutatja, hogy kell ellopni, meg hogy honnan tudok egy ugyanolyat ellopni. De még az is izgalmasabb volt. Most kihez jövünk? Most, ja, most a izéhez.
Ez meg a másik, aki otthon ül. Tehát ez tök jó, mind a ketten otthon ülnek, ezt ugatnak. If you're ready to see the other briefings, we can get started. Show me what else you managed to dig up. You got it. Two of the city's finest scumbags. Cut and run. De mit? Jó, hogy választani kell. E. Ott nyomjuk meg azt. Na. Oh, yes. Point for Dunn's favorite son, Thomas Burke. How's he doing since Danny? 9 weeks ago, Burke stumbles into Roman the Butcher Barbieri's deli, drunk off his ass, waving a gun around. He fires off 10 rounds, but the only thing he manages to hit is a fucking ham hock in the goddamn deli case. The butcher's boys slap the shit out of him and toss him in a dumpster. Barbieri's the one who took over Point Verdun, right? Busted up Burke's leg with a tire iron. That's why Burke was willing to go along with the robbery. He thought he'd make things square with Sal, and he'd be able to get Point Verdun back. But he always struck me as an asshole. Yeah. Just like every other Irishman. But he hates Marcano as much as you do. Yeah, all right. Least I can do is give Danny's old man a chance for a little payback. Oh, fucking hell. He's been spending his time in a dive bar up in Point Verdun. Duffy's, it's called. Shouldn't be too hard to find. Yo, you better be worth all this trouble. Tehát most valakit meg kell találnom, vagy őt meg kell találnom, mert ő meg utálja a Marcanót ezek szerint. We partners now. Talk to Burke. Tehát akkor most kivételesen nem... Most ezt fel kell venni? Ja. The man himself, Mr. Vito Scaletta. Vito Scaletta! The last couple months have been pretty tough on old Vito. Sal's always hated him. Thought he was a mole for the commission, but he couldn't do anything about it, because Vito's mate. After the heist, Sal refused to pay Vito his cut. And then he put the clamps on him. He's been trying to limit Vito's ability to pay what's owed. Szeva, szia Szombat, hello. Hát köszönöm a kérdésed, nagyon rossz volt tegnap dolgozni. Nem, remélem, hogy ezt látni fogja valaki. Nagyon jó volt, a munka az nagyon jó, csak fura volt egy hét szabadság után. He's lasted a lot longer than I thought he would, but the clock is ticking. A couple weeks ago, Sal sent in his nephew, a kid named Michael Greco, to help Vito run River Row. Greco's been using his guys to limit what Vito can do, where he can go. Once he has Vito completely boxed in, he'll make his move. Scaletta has to know what Greco has planned. I'll pay him a visit. See if I can't leverage this thing with Greco to bring Scaletta around to my way of thinking. I'm sure I'll appreciate your concern. Oh, Vitóval lehet. Na, én a Vitót fogom meg... Na, head to Vitos. Én azt akarom, a Vitót. Hol lehet itt kimenni? Ja, ez a WC. Hol a kijárat? Ez is WC. Hány WC? Ja, ott van. Csak mosdója van ennek az űrgének. Hát jó, hát szeret fürdeni. Fontos is, hogy pláne ugye azért napjainkban ugye... Tetszik az a piros autó, de azt most nem viszem el. Még. Na, meglátogatjuk Vitót, és akkor meglátjuk, hogy utána... Most lesz-e valami akció? Gondolom most még nem, tehát most majd ilyen dumálás lesz. Itt kevesebbet kell amúgy autózni, tehát jó, mondjuk a Mafia 1 az úgy indult, hogy ez kb. Az ilyen taxizás volt az egész játék. Na jó, azért nem, tehát abban volt. A Mafia 2-ben legalább a... Opa, arra rájöttek, hogy a... hogy az utazásokat is lehet izévé, tehát izgalmassá tenni ugye azzal, hogy mindig valakivel menni kellett, meg tök jó párbeszédek voltak. Itt meg nem kell sokat, most ez egyet első hosszabb út, ahol izé kicsit sokat kell menni, többet kell mennem. Ups. Bocsász. Így. Na jó, ügyesen kikerültem. Ez mi? Mit kell most csinálni? Find Vito. Most szálljak ott ki. Vagy autóval kellett volna berongyolni? Get to.
goddamn gladly. Grabbing some cover. Look who I found. Over here. He's over here. Na, jó, legalább pisztolyba szereztem az lőszert. De most miért kell a Vito embereit azért lelőn? Ja nem, mert ezek nem a Greco emberei. Hoppá, az még ott ráng. Még brékel egyet. Na, ti nem. Ó. Nincs sok lőszer, de... Két óránál, hát már két óra, ugye 8 óra, ne vicceljünk. Nem ismerik az időt. De hol van a... hol a többi? Hol a többi? Hol vagytok? Ott van. Hí, az igen! Az igen! Hát az nem viccel. De de jön közelebb, az jó. Gyere közelebb. Na jönnek közelebb, ez az, gyere, 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 ott vagy. Bakker, persze, hogy akkor... Jó, az megint fölgyújtotta magát, ezt imádom, ugye ez jó ebben a játékban. Pont akkor kell őket eltalálni, amikor dobná ezért a koktélt. Na jó, hát most már le... Merre mész? Részeg vagy? Na ez erről fog jönni majd, figyelj. Mert ez most azt hiszi, hogy én... Nem hiszi? De... Kéne a töltény. Hát valaki ott lövöldözik egy szemizével, de... Gyere. Medicin, medicin, de Junction Box, tehát hogy... Ja, azt tudom majd beizélni. Ja, értem, azt kéne bepoloskázni. Most pont azzal foglalkoztam, hogy izé. Ott az ember. A picsába. Menekülj már! Basszeg. Jó, egy ott. Jó. Hát téged eltalállak. Csak... Bazd! Jó. Nincs már több töltényem. Én is, én is. Akkor gyere izé, kardozzunk! Jó, az meghalt. Na, hol vagytok? Yeah,
Hogy sem. Ott van még egy. Aha, jó. Elindulsz, még van. Aha, ott vannak. Jó, most már akkor legalább látok mindenkit, mert ugye belett poloskázva a dolog. Annyira jó volt. Jó, van izém is! Ez az! Átváltunk a másikra. Miért fütyültem? Free Vito. Kimentünk, Vito! Ezt utáltam mindig. Jó, megyünk, megyek, várjál, meg kell nyomnom az E-t előbb. Ez az. Szavasz, Vito, hideg van? Szegény. When I heard about what happened, I went to Marcano asking my cut right then and there. I figured if he fucked you and Sammy, I'd be next. Yeah, I'm guessing he didn't go for it. Said he wanted to wait for the heat to die down. Didn't want me running around, buying expensive shit, getting noticed. Like I'm some fucking amateur never sat on a big score before. Hát a Vito megöregedett egy picit. Na nem baj. De most háromjából nem veszített semmit. Most megyünk, most ágyút egy cigire. Remélem, hogy nem nyírja ki őt senki. Jó fej volt a Mafia 2-be. Put a number in here. Yeah. They were looking to see what other rackets I was running. I could leave a fucking paper trail in my office. Eh, don't bother with that shit. Most rendet rakunk, az a feladat. Mindjárt következő feladat. Rakjál rendet Vito irodájában. What are you doing? Marcano deserves to pay for what he did. So I'm going after him. Him, his brothers, his lieutenants, all of them. Gonna need your help. No. Look, pretty much whittle me down to nothing. I mean, this is it. For now, maybe. Once I take back River Road from Greco, money will start coming in, it'll be a different story. Also, we're partners now. As long as you do what I say and give me what I want when I want. So goodbye, Marcano, hello, Lincoln Clay. It's either that or more of this. And next time, I won't be around to fish your ass out the freezer. Hoppá, Vitóval azért most keményen beszélünk. Legközelebb nem mentem ki a seggede izé fagyasztóból. Ja, és ugye most a Grecót nyilván le kell szállítani, mert a Greco fordult ellene, mert ugye az volt, azt mondta a csaj. Jó, na ezt most ugye értem, oké, tehát most a Vito segít nekünk a Marcanot megölni, viszont ugye neki kell most a Greco ezért cserébe, tehát bonyolítják a dolgot. Hát leül végül is, majdnem ilyen az én szobám is, tehát nincs nagyon berendezve, de jó, azért itt a stúdió itt van, de hát nem viszi túlzásba a Vito, ahhoz képest, hogy milyen jó életet élt, beül egy szétvert tízébe irodába, azt ott van, kaja legyen. Pia is. Na mi ez? You can call the conciliere to come to pick up and store your extra cash. És akkor hogy tudom?
Hogy tudom hívni? A konciliért. Ja, ott van. De jó. Vito says you can help me get this bread of mine to a safe place. Sure can, honey. And a friend of Vito's is a friend of mine. Be there like a split. Jó, itt most meg... Hol vagy? Hát gyere már. Ez ki ez? Nem tudom. Ust, azt tudod elkezdett. Ja, itt van. Ó, de jó, ide jött kocsival. De... Ah, és még itt vannak az emberek. Hát, az kell nekem ez a fegyver? Nem. Tessék, Hoppá, el ne üss, haló. Oké, De... Azt ne, ezt nem értem még mindig, hogy hogy tudok... Na igen, itt tudok lőszert venni. Ja, hogy így... Ó, bazz, hogy így kell hívni. Ó, de jó. Ja, hogy ide hátra kell menni. Refill ammo. Hát ez jó lenne, igen. Ilyet, ezek ilyen távcsövesek, ez nem kell. Akkor automatic weapon. Ez az trench. Melyik a legjobb? Melyik a egyik? Ez... Ez mennyibe kerül? 23 000? Annyira nincs pénzem. Hát majd anyától kérek kölcsön. Na mindegy, akkor le vagytok tolva. Equipment. Molotov van. Zemi, hát azt nem használtam, mindegy. Vehicle modifications, hát kocsim az igazából nincs. Mert mindig valami... Ne, azzal azt sárga szarra megyek. Ó, igen. Adrenalin shot. De várjál most... Mellény? De most a mellény ez meddig jó? Full. Mindegy, elköltöm most a pénzem. Kösz, szavasz! Ez is el fog ütni mindjárt. Cseh. Na jó. Most miért álltál meg ott? Ja, várj meg, ezeket a pénzeket felszedem. Elvinnél valameddig? És ráállt az emberre. Na de nekem most mi a feladatom? Na mindegy, nem érdekes, hogy mi a feladat. Ja, hogy el kell menni talkolni, meg talk to. Jó, oké, beszélgetni. Meg a medicine kabinet. Na mindegy, ezeket kifosztom majd, de ebben a részben. Mert, hát ja, az egy óra letelt. Szerintem most úgy haladtunk is, meg jót lövöldöztem. Rájöttem igazából arra, hogy ezt a játékot, ezt meg se kell úgy próbálni végvinni, hogy ilyen beosonok a hátuk mögött, és kiszabadítok valakit. Tehát itt mindenkit le kell lőni. Ennyi. Tehát ez nem Hitman. Igazából a Mafia 1-2 is amúgy ilyen volt. Nem volt olyan, hogy valakit el tudtam kerülni, csak itt... Nem tudom, itt azért brutálisabbak a módszerek szerintem. Tehát itt dobálnak rám ilyen koktélokat, meg azért a fegyverek szerintem erősebbek, mint ez a Mafiában max a végén, az 1-ben meg a 2-ben és a végén voltak már ilyen erősebbek az ellenfelek. Itt meg már az elején is szana szétlőnek. Ráadásul ugye természetesen a nehéz fokozatban nyomom, ugye? Mint minden játékot a nehéz fokozatban. Úgyhogy itt kegyetlenül kell gyilkolni. Na, jön nem sokára akkor a Forma 1 2019. Hú, már négyen vagyunk, szevasztok, gondolom a Forma 1-et várjátok, én is, ezek után már inkább. Pár perc szünet következik, nem menjetek sem erre, egy kis friss levegőt szívni, vagy üdítőt inni, vagy valami mást ígyatok, és hát körülbelül egy ilyen 2-3 perc, amíg összekészítek itt mindent, a kormányt, stb. És jövök vissza, a YouTube-osoktól pedig persze elköszönök. Köszönöm, hogy megnézték, meg lájkolják a videót is, illetve a csatornára is iratkozzanak fel, hogyha tetszett, amit láttak, és akkor kapnak majd még a sok-sok ugyanilyen videót, vagy hát nem ugyanilyen, de hasonlót, vagy még jobbat remélhetőleg. Meg majd lesznek tesztek is a járvány végével. No, hamarosan jövök vissza, tartsatok ki, szevasztok!